srác volt, a Lőcsei Tanulatúra őriztette számunkra. Összeműködtek a Máreter Kórisz Alapítvány táncosai. Valasi Bálint neve bizonyára mindenki számára ismerős. Hét meghatározó eleme életének a szerelem és a vitézség volt. Ennek állít emléket ez a válogatás, amelyet most fognak hallani. Az együttes tagjaink kívül közreműködnek Lénárt Kata, Álmai Árpád és Óka Éva. Thank you.
gyönyörűség. De hogy bogumban így hagysz, csak még ingyen sem szánsz, azért a jó emberség. Thank you.
Thank you.
fehéret, de arcán efélét nem lehetem én, és édesebb illat bizony lehet annál, amit hölgyem lehet felém. Szavát hallgatni jó, de jól tudom a lannak hangja, inkább dallamos. Tündét nem láttam létni, mondhatom, hölgyem viszont a jár, rögök napos. De lásd, szerelme épp azért nagy érték, mert nem hazud, hasonlat rá ez mérték. Thank you.
Biztosak lehetünk benne, hogy a világon nagyon-nagyon sok zeneszerető ember ismeri a nevüket. Lehet, hogy Domokos Pál Péter nevét kevesebben, pedig Moldva apostola nagyon fontos gyűjtéseket végzett a 18-19. Század magyar tánczenéjével kapcsolatban. Ennek az óriási gyűjtőmunkának eredményeképpen hallgathatjuk most meg a nagyszombati kézirat magyar táncai korhű hangszereket. Thank you.
Azért ne bánkódjál, én jó vitéztársom, ürülj minden gondok túl. Eléggé hordoztuk héjában az sok bút, légyen már tőlünk távol. Most már ígyunk, lakjunk, végadjunk, táncoljunk.